Na hát fiúk, egy darabig azért így nyugodtan szemléltük a futamatokat, aztán a végéhez közeledve elkezdtünk kiabálni, hogy nyomjátok, ti hogy éltétek ezt meg belülről? Hát nagyjából én is így. Őszintén szólni, az utolsó 200 méteren azért küzdöttem, hogy aljóban maradjak. Ennek nyilván majd meg kell keresni az okát. Nyilván a többieknek se volt azért ideális, majd nyilván elmondják most. Hát valamit változtatni kell, de szerencsére, hogy ez most kijött. Valószínű, hogy a pénteki nagyon jó pályánynak meglett a böjtje, de jókor jött ki szerintem, mert holnap így tudunk menni egy tökéletes pályát. Az ember a hibáiból tanul, úgyhogy csak ismételni tudom Pistit. Kemény pálya volt, de nem tudok én most mit hozzáfőzni még ehhez. Mindent elmondott. Megyek tovább. Tényleg megnézzük, időket átnézzük, amit a műszerek mutatnak azt is, és akkor tudni fogjuk, hogy miben és hol kell javulni, mik azok a hibák, amiket orvosolni kell. A tisztulás itt a végén azért, hogy mennyi zártál? Köszönöm, hogy kérdeztél, mert nem tudtam volna már mit mondani. Belülről én azt érzékeltem, hogy jól megyünk. A végén valóban följöttek ránk, de amikor beértünk, kinéztem, akkor szorosabb volt, mint hittem. Tudjuk, sejtjük, vagyis remélem majd, hogy átbeszéljük, és akkor megtudjuk, hogy hogyan lehet még javulni. Ezzel az eredménye egyébként jelenleg nem vagyunk elégedettek, örülünk, hogy bemegyünk a döntőbe. Szívünkről leesett egy kisebb teher. A döntőbe viszont minden beleadunk, és jól fogunk menni. Ezt most is elmondtátok, hogy nyilván valamiben javulni kell. Most hiába is kérdezném meg, hogy miben, hogy ti most fogjátok megnézni, de erőt éreztek még a döntőre, maradta még bennetek? Hogy ne éreznénk előtt? Biztos, hogy benne, hogy többen is lesznek a nézők, tehát még onnan is több erőt fogunk kapni. Nagyon sok magyar szív egyszerre fog dobbanni értünk. Ez csak tuningolni fog minket, és megyünk, ameddig bele nem borulunk a vízbe, majd a 501 méternél. Mi adhat még erőt? Közönség, az meg volt egymásnak, vagy? Szerintem egymástra mindig is motiválóan és építő jellegűen tudunk hatni, szóval vannak is hibák, azokat is úgy tudtunk megbeszélni, hogy úgy tanulunk belőle, hogy tényleg építő jelleggel, valamint azért a szeretteink is itt lesznek a lelátón, tőlük jön a legtöbb erő, természetesen a magyar kajakkenu szurkolók és a tévénézőktől is kapunk majd energiát, ez az utolsó 200 méterrel rengeteget fog segíteni. Ha itt a döntő után beborultak a vízbe, akkor mikor borulnátok meg boldogan? Hogyha dobogos hely lenne, vagy akkor is, hogyha egy pótás hely lenne? Ha jó pályát megyünk, az igen, biztos, hogy az jót fog jelenteni. Ha jó pályát megyünk, akkor... És hogyha jó pályával ki tudjuk magunkat evezni, akkor... Mindkettő mindegy, hogy... Mindegy, hogy hanyadikak leszünk. Bár akkor valószínűleg egy... Pótás helynél kicsit jobbat fogunk elérni szerintem.